Sziasztok, üdvözlök mindenkit a home office-os webináron. Ennek a mostani webinárnak a témája, hogy hogyan változik a radiológiai képalkotás sürgősségben a jelen járvány során. Nagyon fontos kiemelni két dolgot. Az egyik az elején, az egyik az az, hogy itt ajánlásról van szó, tehát ezek nem kötelező érvényű, minden helyzetben érvényes utasítások, sokkal inkább ajánlások. Egy-egy kötelező érvényű utasítás is van benne, főleg a központilag az EMMI által kiadott dokumentumokban. A radiológiára vonatkozóan a legtöbb az ajánlás. A másik pedig a dátum, hogy ma április 8-ára vonatkozik minden, amit elmondtam. Fogjuk látni, meg hát is talán érzitek majd, hogy ez napokkal változhat annak az érvényessége, amiről most itt beszélek. Tehát még egyszer, ez egy ajánlás, amit nagyon sok minden befolyásol. Tehát milyen ügyeleti ellátás történik adott ellátóhelyen, van-e SBO osztállyal vagy osztály nélkül, szakdolgozók száma, kompetenciája, van-e esetleg teleradiológiai munkavégzés az adott helyen, akár sürgősségi jelleggel is, és az mire terjed ki. Nagyon fontos az ellátóhely elhelyezkedése, elrendezése. Én most éppen az Egyesült Királyságból beszélek, és az itteni rendszer is egy kicsit, amennyire lehet, megyei szintű kórház tekintetében rálátok, egészen másképp kezelik, mint az otthoni helyzetet. Függ a műszerezettségtől, és nem kis részt a védőfelszerelés mennyiségétől és minőségétől, ami nagyon-nagyon változatos pillanatnyilag, és nem csak Magyarországon, de máshol is. A munkaszervezési sajátosságok alatt, hát mindannyian tudjátok, hogy mit érthetünk, a társszakmáik igényei pedig leginkább attól függnek, hogy az adott munkavégző helyen kiket szolgálunk ki, illetve a járvány dinamikájának a változása a legfontosabb talán az összes közül, hiszen teljesen más célokat jelölünk meg a járvány elején, ugye amikor minden kontaktus felkutatás nagyon fontos volt a járvány mostani szakaszában, és a tetőzésében is, ami reméljük nem olyan lesz, ami kezelhetetlen. Vezérlésre és szabályozásról beszélek itt, majd később fogjátok látni, hogy később rátérek az előadás vége felé, hogy mi a különbség a kettő között, és miért van ennek nagy jelentősége a mostani és a további járványok tekintetében. De ennek a szintjeit elkülöníthetjük úgy, hogy országos ajánlásról van szó, mint ugye itt az EMMI által kiadott kézikönyv, március 25-i megjelenéssel. Előre mondanám, hogy a radiológia.hu oldalon is, meg a socrad.hu oldalon is megtaláljátok valamennyi hivatkozott dokumentumot, túl sok nem lesz, amit én itt hivatkozok, de ezeknek az ismerete azért fontos. Nem hosszú dokumentumokról van szó, különösen a radiológiai az elég rövidre lett írva, hál' Istennek, úgyhogy könnyen áttekinthető. Ezeket nagyon érdemes átnézni. Tehát a legfelsőbb szint az EMMI által kiadott dokumentum, erre jellemző az, hogy ugye a társszakmáknak az ajánlásait is tartalmazza, elég átfogó, konszenzusos, viszont ebből kifolyólag, mivel ugye az egész országra vonatkozó ajánlásokat fogalmaz meg, a gyakorlatban talán ez a legnehezebben megvalósítható, vagy közvetlenül ez a legkevésbé használható. A szabályozás következő szintje, és itt már inkább érzem, hogy szabályozásról és nem vezérlésről volt szó, az esetünkben ugye a radiológiai munkacsoport által kiadott dokumentumok. Ezek közül a legfontosabb egy általános eljárásrend, majd a másik, ez a nem csak a struktúrát leletezést tartalmazó, hanem egyéb fontos aspektusokat is a CT-vel kapcsolatban, ez pedig a Melkasi CT-nek a kiadványa. Ez utóbbi, ez két nappal ezelőtt bővült, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy olvassa el. Hála Istennek úgy tűnik, hogy elég folyamatos ezeknek az anyagoknak a megjelenése és revíziója, úgyhogy tényleg érdemes őket olvasgatni. Csak annyit tennék még hozzá, hogy az én rövid radiológiai pályafutásom során az első alkalom, hogy én azt látom, hogy ezek az itt felsorolt tagozat, tanács, szakfőgyelőfőorvos és az MRT képesek voltak
kifejezetten rövid idő alatt és nagyon produktívan, termékenyen tető alá hozni valamit, és belülről, hogy részese lehettem ennek, láttam, hogy ez tényleg egy effektív, jól működő dolog volt, úgyhogy van ennek a járványnak pozitív hozadéka a mi számunkra is legalább ilyen tekintetben. Úgyhogy most sikerült a B-betűsöknek jól együttműködni. A következő szint a szabályozásnak, és ez talán az szerintem a legfontosabb, ezek a helyi, lokális, az adott intézetre, osztályra vonatkozó szabályok, ugyanis ezek azok, amik leggyorsabban ültethetőek át a napi rutinba, és ezek foglalkoznak olyan problémákkal, amire nem láthat rá az első kettő szint, mert egyszerűen nincsen információjuk arról, hogy adott osztály milyen keretek között működik. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem elégedhetünk meg adott munkahelyen egy olyan fajta szabályozásra, amit felülről jön és elolvastuk, hanem ezt adaptálni kell a saját szintünkre. Minél hamarabb rövid kis dokumentumokban reflektálni ezekre. Tehát nem kell kitalálni előre, mert hála Istennek ezek meg vannak írva, csak változtatni kell rajta attól függően, hogy nekünk mik a lehetőségeink. Tehát az elsődleges cél, ez a hosszú mondat az elején egyszerűen annyit jelent, hogy a kontaktus csökkentés a fertőzés elkerülésére. Tehát próbáljuk minimalizálni mind a beteg-beteg, mind az orvos-beteg és az orvos-orvos kapcsolatokat is a járvány terjedésének csökkentésének érdekében. Ez elsősorban az elsődlegesen a vizsgálati számok csökkentését kell, hogy jelentse. Másodszorban, ami a radiológiában fontos, itt elsősorban az ultrahangra gondolok, hogy a szoros kontaktust igénylő vizsgálatok, például ultrahang vizsgálatok lehetőség szerinti elhanyása, amennyiben ugye ez megoldható technikailag és szakmailag, hogy ezek helyettesítése. Tehát például itt még egy héttel ezelőtt is abban az kórházban, ahol én dolgozom, még kérdés volt, hogy vajon egy szialográfiát el kell-e végezni, és végül az lett a döntés a medical lead szintjén, hogy igen, ami azért egy kicsit kérdéses, hogy jó döntés volt-e. És a harmadik pedig, hogy a covidos betegeknek nem szükségszerű képalkotó vizsgálatait érdemes elhagyni. A negyedik pontot később nem fogom már tárgyalni, úgyhogy röviden itt erről beszélnék részletesebben, ez a telekonzílium lehetőségei. Tehát például nálunk a radiológiai klinikán is működik ezek közül egy-kettő, ami nagyon hasznos a jelen helyzetben, akár más intézetekkel megosztva is. Tehát egy intranetes csevegő programnak a beállítása, tehát fontos, hogy nem az interneten szabadon letölthető és valamilyen Google szerveren keresztül kommunikáló, hanem egy intranetes, mondjuk egy LAN messenger használata, az a sürgősséggel is nagyon hasznos lehet. Szerintem érdemes kipróbálni. Érdemes ugye a face-to-face konzultációkat telefonosra cserélni, amennyiben lehetséges, és nagyon sok PAX rendszer kommunikációs felülete megengedi azt, hogy konferenciázunk, tehát a képeket konferencia módban megnézzük. Ez igen, tényleg több PAX rendszerben is működik, most van itt az ideje kipróbálni. Ugye legtöbbször a leleteinkre támaszkodnak, de azért mi azt látjuk a gyakorlatban, hogy különösen például a sebészek esetén nagyon hasznos lehet, hogyha tudunk egymással kommunikálni, és a képeket együtt megnézni, ez egy kitűnő lehetőség erre. Úgyhogy aki eddig ezt nem fedezte fel a saját rendszerében, azt próbáljunk utána nézni. Tehát az első pontra, hogy milyen vizsgálati számot tudunk mi csökkenteni, és hogyan tudjuk redukálni a vizsgálati időt. Itt az ajánlásokat tekintve tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy semmi másról nincsen szó, mint az egyébként is szükségszerű változtatásokat, amit a radiológia szükségszerűnek érez, itt az idő megtenni. Tehát nálunk például egy nagyon jellemző probléma, ugye, hogy a nem nagy energiájú traumák, különösen mellkasi traumák esetében kérnek egy hasi ultrahang vizsgálatot, és az eseteknek valóban a 99%-ában ennek semmi komoly indikációja, relevanciája nincsen. Tehát itt az idő ezekkel mondjuk leszámolni. Ugye emberogramnak hívjuk mi a klinikán azokat az idős, mindenütt fájó betegeket, akiket szintén a traumán általában
szépen végtagról végtagra, testtájról testtájra végigröngeneznek. Megint nem ez az az időpont, amikor ezt érdemes csinálni, sőt, lehet, hogy talán a rendszert meg lehet tisztítani az ilyen jellegű beavatkozásoktól vagy vizsgálatoktól. Ugye a felesleges vizsgálatok, ez talán a legfontosabb, és itt nem egyszerűen csak feleslegesről van szó, de amikor a hasmenéses betegek ultrahang vizsgálata, az most ilyen esetben nagyon erősen kontraindikált. Egyre több tanulmány mutatja ki azt, hogy különösen gyerekekben, fiatal felnőttekben hasmenéssel, hasi panaszokkal járhat a jelen koronavírus fertőzés, esetleg úgy is, hogy nincsen semmilyen mellkasi panasz. Erről hosszas beszélgetést folytattunk itt a klinikán belül, e-mailezgetést, hogy ennek mekkora lehet vajon az aránya, és ahogy egyre több cikk jelenik meg ezzel kapcsolatban, úgy tűnik, hogy vannak régiók, ahol fiatal felnőttek esetében ez akár 50% lehet. Tehát nem csak, hogy nem elhanyagolható, hanem nagyon magas arányban. És ezeket a betegeket jó lenne időben izolálni, de legalábbis nem ultrahangozni, ha egy mód van rá. És akkor most van itt az idő, az olyan, akkor ezek csak példák, hogy az ilyen alacsony Wells-korú felesleges pulmonális embóliák kiszűrése. Ez most még lehet, hogy nem érződik, így a járvány mondhatjuk még, hogy kezdetén, de a tetőzése mellett, amikor mondjuk a fertőtlenítés miatt óránként 2-3 CT lesz maximum lehetőség, akkor ez egy fontos dolog lesz, hogy felesleges CT-k nem fognak beleférni az ellátásba, könnyen lehet, különösen nagyobb ellátóhelyeken. Illetve ahol lehet, ott a sürgősségi ellátásban töltött időt kell csökkenteni a beteg részéről, tehát hogy ez kevésbé a mi feladatunk, bár van ráhatásunk, hogy nem kivizsgálás kell, hogy történjen, hanem tényleg az életmentés és a betegút meghatározás, tehát hogy az osztályon való elhelyezés, vagy a hazaküldés, és ezt mi is tudjuk facilitálni azzal, hogy nem megyünk be felesleges vizsgálatokba, bár sok sürgősségi osztály most ebben kifejezetten partner. Ezt később fogom megmutatni, hogy itt az akut pankreatitis példáján az ultrahangos példák esetében. A kontaktus csökkentés, mint már említettem, az ultrahangvizsgálatok redukálásában a legfontosabb radiológiai osztályokon. Csak akkor itt egy nagyon rövid, nem mindenre kiterjedő, a legfontosabb kórképek tekintetében egy ajánlás, amit itt jó részt Pécsett dolgoztunk ki, de majd beire is került az eljárásrendbe, a radiológiai eljárásrendbe a másik dokumentum, amit hivatkoztam a diám. A jobb felső kvadránsba kezdve, ugye az epiúti obstrukció meg infekciók azok, ahol továbbra is indokolt az ultrahangvizsgálat, de hangsúlyozottan szövődményes esetekben CT vizsgálat javasolt. Ez különösen azért fontos, mert azokra a klinikai kérdésekre, mint a kolangitis, abszesszus, vagy folyadékgyülemek, eleve nagyobb valószínűséggel tudunk pontosabban válaszolni CT-vel, de jelen esetben pedig ez az ultrahangos lépés kihagyható. Az akut pankreatitis, nem tudom, hogy máskor is, de nálunk különösen egy problémás pont Pécsett. Nagyon szeretik a képalkotót rögtön behozni, annak ellenére, hogy nagyon sok nem járványügyi, hanem egyéb ajánlás alapján is feleslegesnek tűnik 72 órával a tünetek kezdete előtt. Ugye tudjuk, hogy ez nem nagyon fogja beváltoztatni a kezelést kezdetben. Amivel szoktak revolverezni minket, elsősorban nem is a sürgősségről, hanem a belgyógyászati felvételes osztályról, ugye akkor veszik fel a beteget, hogyha a biliáris eredetet kizártuk. Ez logikusnak tűnhet, ugyanakkor legtöbbször azért az anamnézis elég jól orientál minket abban a tekintetben, hogy itt egy alkoholos diétahibáról van szó, vagy pedig egy ismert epekövesség talaján történt az akut pankreatitis. Tehát javasolt, én azt gondolom, hogy kifejezetten indokolt és javasolt ezt nem elvégezni a sürgősségen, hanem a beteget osztályra küldeni, ahol ez másnapra általában ki is derül, hogy szükséges-e egyáltalán ez a vizsgálat, vagy nem. De még ha szükséges is, ugye tudjuk, hogy RCP-t ügyeletben én nem nagyon hiszem, hogy bárhol végeznek, Pécsett biztosan nem. Tehát nem javasolom ennek az elvégzését. És szubakut esetben, tehát amikor ez a
48, nem 24-et akartam, inkább 48-72 órás idő eltelt, akkor szövődményes változásban vagy gravis tünetek esetén javasolt a CT vizsgálat elvégzése. Nem javaslom, hogy akut esetben CT-t végezzünk rutinszerűen. Az urogenitális rendszer betegségeinél a vesekólika, ugye ez egyre inkább amúgy is tolódik az ultrahang felől a CT felé, nem biztos, hogy mindig optimálisan, de szakmailag mondjuk védhetően. Tehát a natív low-dose CT most kifejezetten inkább ajánlott, mint az ultrahangvizsgálat. Egyebekben pedig ugye attól függ, hogy mi a klinikai kérdés, ki lehet egészíteni kontrasztanyagos CT vizsgálattal, ugyanakkor a kólika tekintetében ez legtöbbször nem indokolt. Tehát a legtöbbször a natív low-dose CT az bőven elég, szövődményes esetek igényelhetnek kontrasztanyagos CT-t. A pielonefritis, bár mostanában ugye megint csak azt tudom mondani, hogy egyre gyakrabban ultrahangos kérdésé avanzsál, valójában ez egy klinikai diagnózis, tehát önmagában nem szükséges az ultrahangvizsgálat, a komplikált formáját pedig nyugodtan konvertálhatjuk CT-be, amennyiben nem jár vese elégtelenséggel. Akut vese elégtelenség esetén még ugye a posztrenális okok kizárására szoktak ultrahangvizsgálatot kérni, ismét csak a natív low-dose CT-vel ez megoldható. Ugye minden, amiről beszélek, egy kicsit kérdéses lehet abban az esetben, hogyha tényleg extrém leterheltség érni a CT-t ezek miatt, mondjuk egy járvány tetőzés esetén. Ilyenkor azért zárójelbe tehetőek ezek az indikációk is. Az appendicitis esetében ez azt kell mondjam, hogy hála Istennek még Magyarországon azért alapvetően egy ultrahang vagy klinikai, vagy ultrahang diagnózis. Azért ez tőlünk nyugatra, különösen az angol száz országokban már szinte teljesen egyértelműen CT diagnózis lett, ami nem biztos egy követendő példa. Annál maradhatunk, hogy azért fiatal, fizikailag jól megítélhető esetekben elég lesz a klinikai vizsgálat. Az atípusos tünettannal rendelkező esetleg obesz betegeknél javasolható lehet a low-dose hasi és kismedencei CT vizsgálat. Annyi kitétellel, hogy többször a low-dose vizsgálatok vékony betegnél, tehát kifejezetten vékony betegnél nem igazán járnak a kívánt eredménnyel, mert a hasi zsírterek szegénysége miatt nem jól differenciálható az appendix. Tehát obesz betegnél nyugodtan lehet low-dose vizsgálatot látni, fogjuk látni jól az appendixet, vékony betegnél ez kérdéses. 50 év feletti páciens esetén pedig nem csak most a járvány idején, hanem úgy egyébként is érdemes megcsinálni a CT vizsgálatot, elsősorban azért, hogy a háttérben tumoros helyzetet ki tudjunk zárni. A low-dose CT-n az ajánlásba bekerült ugyanez, hogy low-dose CT-n nem minden szövődmény látszik tökéletesen, ezért indokolt lehet a kontrasztanyagos CT vizsgálat. Ebbe azért szkeptikus vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában a low-dose CT-vel is jól megítélhetőek lesznek a szövődmények. Divertikulitis röviden annyi, hogy nem szövődményes, egyszerű, típusos esetben nem szükséges vizsgálat egyáltalán, amint pedig szövődményes eset perforáció, gyanú, abszesszus merül föl, akkor CT-t kell végezni. Tehát hiába látszik szépen az ultrahangon a kis divertikulum, azért nagyon típusos tünettannal tud jelentkezni, azt gondolom, hogy nem ultrahangdiagnózis jelen pillanatban. Az összes többi diffúz hasi fájdalommal járó, itt felsorolt korképben, perforációban, ileuszban, vaszkuláris katasztrófák esetében CT vizsgálatot végezünk. A hasmenésről már beszéltem, kifejezetten ellenjavalt, pont azért, mert ilyen tünetekkel is jelentkezhetnek vírusos egyének, koronavírusos betegek, illetve az abszesszus keresés az transformálódjon CT-be. A góc keresés, ez egy nehéz dolog, mai napig nem értem, hogy mit értünk góc alatt, hanem ezt az abszesszust, ez túlmutat az előadás témáján.
Ami viszont fontos, hogy jelenleg ugyan kevés helyen végzik rutinszerűen, viszont a pókusz vizsgálat rutinszerű végzése nem javasolt pont a kontaktus miatt, és ezek a gépek, különösen, hogyha nem COVID központban használják őket kizárólag, akkor még jó fertőtlenítés mellett is szépen átvihetik a kórokozót, úgyhogy nem kifejezetten javasolt. Az extrauterin graviditás esetében továbbra is az ultrahang, az azonnali és gyorsan elvégzendő vizsgálat, egyéb kismedencei fájdalommal pedig általában ez a sakkozás, ami a sürgősség és nőgyógyászat között szokott menni, azt jó okkal most le kell rövidíteni, és a betegeket nőgyógyászatra küldeni, ahol szükség szerint transzvaginális ultrahangot is tudnak végezni. A politraumáról még pár szót. Ugye ennek nem nagyon változik a protokollja, tehát mind a FAST vizsgálatra szükség van olyan betegnél, aki nem stabil, kifejezetten instabil hipotón betegek, és fontos, hogy ez a sok tanítóban történjen, ahogy eddig is. A nagy energiájú sérüléseknél nem kérdés, hogy marad a CT vizsgálat, hogyha stabil a beteg, és ahogy azt már említettem korábban, hogy azokat a traumás kéréseket, amik eddig nálunk legalábbis rutinszerűen megvoltak, el kell utasítani, tehát aki tartja a vérképét, nincsen hasi panasza, azt nem kell megvizsgálni hasi és kismedenci ultrahanggal, különösen, hogyha mellkasi traumát szenvedett. Ebben egyébként kezd partner lenni a trauma, úgy tűnik. A másik rész, ami még fontos, hogy a covidos betegeknek az időben történő felismerése történjen meg, és monitorozása megfelelő képalkotóval. Itt ugye leginkább a CT és a point of care ultrahang az, amiről szeretnék beszélni. Itt talán az egyik legérdekesebb dolog az ajánlásokkal kapcsolatban, hogy az EMMI-nek a kézikönyve és a radiológiai szervek által kiadott eljárásrend nagyon markánsan és elég keményen ütközik abban a tekintetben, hogy mikor és miért csináljunk CT-t. Ez szülhet problémákat, és nagyon fontos, hogy itt a klinikusok is tisztán lássák azt, hogy miért választotta mégis a radiológia azt, hogy felesleges CT-vizsgálatokat ne végezzünk. Valószínűleg a kézikönyv, amit az EMMI adott ki, nagy részt a kínai adatokra támaszkodik, ahol kezdetben nagyon magas szenzitivitásúnak ítélték meg a CT vizsgálatokat a PCR tesztekhez képest. Ennek a hátterében állhatott az, hogy alacsony volt a PCR teszteknek a szenzitivitása. Tehát nem érte el a CT vizsgálatét, és ennek a folyamánya az, hogy mindenkinek CT-t végeztek, és ezért a kézikönyvben benne van, hogy nem csak felvételi CT, hanem utána 2-3 nappal vagy 5-6 nappal kontroll CT is szükséges. Ez nagyon nem tűnik jó ötletnek pillanatnyilag, most, hogy a teszteknek azért a specificitása és a szenzitivitása igen magas. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az esetben a radiológiai ajánlást fogadjuk el. Tehát a CT vizsgálat nem elsősorban diagnosztikus, nem erre van kitalálva, hanem differenciál diagnosztikai problémákat szeretne megoldani. A másik, ami egy hot topicnak tűnik, de úgy tűnik, hogy még ebben a járványban valószínűleg rutinszerűen nagyon magas számban nem lesz végezve, az pedig a mellkasi ultrahang vizsgálatok. Egyre több irodalmi adat szól amellett, hogy nagyon jól korrelál a CT vizsgálat eredményével a mellkasi ultrahang, és nagy előnye, hogy nincsen beteg mozgatás, amennyiben ez az osztályos orvos által történik, tehát egy bedside ultrahangot végez a klinikus. Követése alkalmas, és talán az egyik legfontosabb dolog, hogy időben tudnak lépni, betegek ventilációját korábban lehet elkezdeni az ultrahangos jelek alapján, és nem szükségszerűen radiológiai kompetencia, sőt, inkább a társszakmáknak kell ezt használnia. És ez egy új elem, hogy a valóban hatható segítséget nyújt annak eldöntésére, hogy egy beteget hospitalizálni kell-e, és a terápiás döntések meghozatalában is a különböző algoritmusok szerint tényleges segítséget jelent.
legnagyobb hátránya, hogy képzést igényel, tehát akár önképzés formájában is, amit kiadtunk, mellkasi ultrahangos anyag, az rengeteg a YouTube-on is felelhető jó oktatási videót tartalmaz a mellékletében, érdemes nézegetni, a radiologia.hu-n meg a socradon is föl lehet lelni, viszont azért ez egy időigényes dolog, meg kell tanulni. Példának hozom itt ugye a barcelonai egyetemről kiadott anyagot, ahol a követésben van ilyen szerepe az ultrahangnak, és az ultrahangos változások egyben meghatározhatják azt, hogy mikor kerüljön a beteg lélegeztetőgépre. Ennek azért van jelentősége, mert azt találták több irodalmi megjegyzés szerint, ezek meg nem kész tanulmányok, csak előtanulmányok, hogy amennyiben az ultrahang által előrevetített jelek miatt korábban kezdik el a ventilációt, akkor adott beteg rövidebb idő alatt jön le a respirátorról, aminek egy gyárványtetőzés esetében nagyon-nagyon fontos jelentősége van. Itt jelzett az órám, de én már nagyon gyors leszek, és ez a másik, ez pedig egy arizonai adat, ami a triásban használja az ultrahangot, és nagyon nagy szerepet kap benne, tehát itt a hospitalizáció eldöntésében. Van egy struktúrált leletezési rendszer, ez a Neumann Medical-nak a szoftvere, ővelük tegnap beszéltem is, meg ki is próbáltam ezt a rendszert. Pillanatnyilag, amit ide föltöltötök, érdemes kipróbálni, tehát fölírni ezt a honlapot magatoknak. Amit ide föltöltötök beteget, azt egyelőre csak ti látjátok. Teljesen anonimizált, sőt, borzasztó kevés adatot kérnek. Tulajdonképpen csak a nemét kell megadni a betegnek, és lesz egy száma. Ennek én a legnagyobb jelentőségét nem is abban látom, hogy egy struktúrát lehetett létrehozunk, bár az is lehet éppen segítség, hanem abban, hogy később lehet ezek alapján adatbázisokat készíteni, és fontos járványügyi megállapításokat tenni radiológiai oldalról. Tehát egy következő járvány esetében itt nagyon hasznos információk kerülhetnek napvilágra. Ők tartanak ma is, mai napon is egy továbbképzést erről a rendszerükről, de mondjuk szerintem nagyon egyszerű, úgyhogy nem feltétlenül szükséges további magyarázat hozzá. Annyit mondanék, hogy én próbáltam egy próbabeteget létrehozni benne. Azt ne próbáljatok, mert azt utána nem lehet törölni, csak hogyha nekik írtok személyesen egy e-mailt. Mondjuk nagyon segítőkészek voltak. És ez az MRT által támogatott és javasolt rendszer, úgyhogy reméljük, hogy ebből lesz valami. Tehát így legfontosabb információként, hogy ezek a minden, amit elmondtam itt a járvány dinamikájával, nagyon gyorsan avuló lehet, tehát hogy lehet, hogy egy hét múlva ennek a fele állja már csak meg a helyét. Csak hiteles forrásból érdemes tájékozódni, és itt, ha még a Péter hallgat, akkor érdemes azt is figyelni, hogy a radiologia.hu-n is, meg a többi felületen érdemesebb egy kicsit kevesebb információt kirakni, ugyanakkor a kulcsfontosságúakat fönntartani az első, a front page-en, hogy ne vesszünk el az információ tömegben, és nagyon fontosak a házi protokollok, tehát érdemes mindenképpen kicsit felülírni azt, ami felülről az első-második szintből jön. Az, hogy most miért vezérlés és szabályozásról beszélek, ugye vezérlés, amikor kiadjuk a parancsot, aztán megy a ló valamerre, függetlenül, hogy szakadék vagy fal van ott, és a szabályozás, amikor van visszajelzés, és ez alapján változtatunk is a parancsokon. Ez a feedback rendszer, ez nagyon fontos, hogy megtörténjen, legalább a radiológiai részről, akár az MRT felé, hogy nem feltétlenül ebben a járványban profitálunk belőle, de a következőben, hogy a következő ajánlásokat mind jobban, gyorsabban el lehessen készíteni. A struktúrált leletezésre és fontosságáról, és főleg az adatbázis építésre már az előbb beszéltem, és hát nagyon jó lenne, hogyha legközelebb még gyorsabban, még ügyesebben tudnánk ehhez hozzáállni, mert feltétlenül nem ez lesz az utolsó. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha most visszaadja Péter nektek a mikrofont, akkor tudunk még erről beszélni, ha marad bennetek kérdés. Igen, szabadon kérdez.